Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság Informatika Történeti Fórumának a ma délutáni rendezvényén. Ahogy lehet látni, az időjárás egy kicsit megnyírbálta a résztvevőket. 130-an regisztráltak, és gondolom a csúszós idő miatt többen nem mertek elindulni. Viszont felvétel készül, ami föl fog kerülni többek között a YouTube-ra, mi honlapunkra is, és ott meg lehet nézni. Tehát ne csüggedjünk, ez az utókornak is szól egy kicsit a mai rendezvény, illetve az előadások. Engedjék meg, hogy a mai köszöntőt egy rövid történettel kezdjem. Buszon ül egy idősebb úr, már ilyen ezüsthajú, nézelődik kifelé, és a következő megállóban felszáll egy fiatal srác, odáll az ülés mellé, rögtön előveszi a mobiltelefonját, és elkezd rajta játszani. Az idősebb úr néha oda-oda néz, mert érdekli egy kicsit, amit észrevesz a fiatal srác is. És akkor elmosolodik, és azt mondja, tudja bácsi, ez informatika. Ez már egy nagyon új dolog. Itt van internet, meg vannak portálok, meg vannak videógémek, én is most a haverokkal játszom egy ilyen közös netes játékot. Ez már egy nagyon modern dolog. Elmosolyodik az idős úr, fölnéz, és azt mondja, és mit gondolsz, fiam, mindez kiteremtette meg. Hát erről szól a mai délután is egy kicsit. Visszaemlékezünk arra, amit hát fiatalon csináltunk. Magam 28 éves volt, amikor bekapcsolódtam ebbe a történetbe, hát valahogy elrepült 40 év. Ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, ahol ma tartunk, hogy a társadalomban az informatika teljesen beleivódott, hogy a mindennapjainkat teljes mértékben meghatározza, hogy már buszjegyet is az interneten veszünk, nem beszélve a színház meg mozi jegyekről, az orvosi előjegyzéstől kezdve mindenhol. Áthatja az életünket az informatika. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, nem volt elég a technikai fejlődés, még valami más is kellett, az, hogy a társadalomban ennek a kultúrája meghonosodjon, hogy elterjedjen. Ugye régen mi számítástechnikának hívtuk, az informatika az most egy későbbi elnevezés, hogy ez a számítástechnika meghonosodjon. Ebben nagyon nagy szerepe volt az oktatásnak, annak a döntésnek, amiről fogunk hallani, és aminek következményeképpen 40 évvel ezelőtt az iskolákban elkezdték részben a személy számítógépeket beállítani az oktatásba, részben pedig természetesen az oktatókat, a tanárokat is el kellett kezdeni kiképezni. Erre a folyamatra emlékezünk vissza részben a mai délutánon, részben pedig azokra a mozgalmakra, versenymozgalmakra, amelyek ezt az egészet támogatták, segítették a fiataloknak, akik érdeklődtek az informatika, vagy akkor számítástechnika iránt, lehetőséget adtak arra, hogy kipróbálják a tudásukat, új ismereteket szerezzenek, hogy motiváltabbak legyenek, hogy jobban érdeklődjenek ez iránt. Nem csak azért, hogy a társadalomba jobban beivódjon ez a kultúra, hanem azért is, hogy legyenek szakemberek, akik aztán átveszik a stafétát és folytatják tovább. A mai délutánon tehát erre fogunk egy kicsit visszatekinteni. Mindenki egy picit visszagondolhat arra, hogy amikor ő 40 évvel ezelőtt ebbe bekapcsolódott, vagy bármikor bekapcsolódott, akkor milyen élményei voltak, ezeket az élményeket próbáljuk ma feleveríteni. A mai délutánon ezen a sétán Képes Gábor fog minket kalahúzolni. Én mindenkinek kívánok kellemes időtöltést és egy kellemes visszaemlékezést ezekre az évekre. Köszönöm szépen, és akkor átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Hát kedves kollégák, egy kulisszatitkot elárulok, Körösné Mikis Mártival közös ötletünk volt ez a konferencia, és egy jó fél év rákészülés után valósul meg. Én nagyon örülök, hogy most itt együtt lehetünk, és nagyon remélem, hogy ez elindít vagy katalizál egy folyamatot, hogy a tehetséggondozás története és azon belül a Neumann Társaság szerepe a tehetséggondozásban az elkezd megjelenni az informatika történeti
kutatásokban, és egy picit én is csalódott vagyok, hogy a 130 regisztrátból, ami egy ilyen abszolút teltházat jelentett volna, viszonylag kevesen jöttek el az zord időjárás miatt, de azért mi az utókornak dolgozunk, és ez az itf.nist.hu oldalon és a YouTube-on fönn lesz az összes előadás, és remélem, hogy későbbi előadások hivatkozni fognak az itt elhangzottakra.